Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható január hónapban? Ezt megnézzük ennél a jóslásnál. Ez egy általános kivetés, viszont megvan arra lehetőség, hogy kért tőlem ezt a havi jóslást, a díjam 4000 forint. Ennél a jóslásnál rólunk a kos jegyében születettekről van szó. Én is ide tartozom, mert én is a kos jegyében születtem. A kos jegyében van az indiai asztrológia szerint, és ez egy nagyon precíz számítás, Jupiter bolygó januárban, és Uranus bolygó is. Uranus bolygó az lehet egy meglepetés, de utalhat változásokra is, és Jupiter bolygó az szerencsét hoz, ad lehetőségeket. Jupiter bolygó az 12 évenként tér vissza, tehát visszagondolhatunk arra, hogy mit éltünk át 12 évvel ezelőtt, 24 évvel ezelőtt, 36 évvel ezelőtt. Lehet, hogy ezek az események, lehetőségek megismétlődnek nálunk. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Ez a hölgy utal ránk hölgyekre. A férfi itt jelenik meg, de megjelenik itt még egyszer is, hiszen én összekevertem a Lenormand kártyákat a Kiber kártyákkal, és mindkét férfi rá utal, vagy a férfiakra, vagy a lelki társadra. Itt a szabadidőről van szó, itt viszont a munkahelyről, a munkahelyi környezetről. Mindkét kártya az első sorban van, az azt jelenti, hogy fölötte nincsenek kártyák. Azok jelentenék a gondolatokat, és ez azt mutatja, hogy ez a férfi most januárban zárkózott, nem beszél nyíltan a gondolatairól, a terveiről. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt a kártyák utalnak a te gondolataidra, és itt megjelenik ez a férfi. Azon kívül az otthon, ez lehet egy látogatás, egy meghívás, itt van a mozgás, szeretnéd, ha lennének változások, hogy írjon, hogy legyen egy meglepetés, vagy egy ajándék, egy új kezdet. Itt megvan a napnál a kisugárzásod, azon kívül a nap láthatóvá tesz valamit, mégpedig ezt a tolvajt. Te tudod azt, hogy valaki tőle ellop valamit. Vagy pénzt, vagy rabolja az idejét, rabolja az energiáját. Persze ez a tolvaj segíteni is tud, hiszen a hegy jelenti a nehézségeket, és a tolvaj ezt is el tudja távolítani. Itt van kettőtök között kapcsolat. Ami összefűz benneteket, az a virágcsokor és a nap. A virágcsokor jelentheti a te nőiességedet, szépségedet, de gyakran jelent egy ajándékot vagy egy meghívást, a nap megvilágít valamit, tisztázódnak bizonyos dolgok, és téged is meg tud világítani. Ez azt jelenti, ez a férfi látni akar téged. Itt lesz egy jó hír, meghívás, szerződések. Ez kihathat a munkára, a hivatásra, hiszen itt látható ez a tevékenység, a munka. És lesz mozgás, előre mennek a dolgok. Ez a férfi egy vonalban van a munka kártyájával, tehát ez nagyon kihat rá, és itt szeretne változásokat, lesz mozgás, az is lehet, hogy a tolvaj eltávolítja a munkát, és szeretne munkahelyi változásokat. Ő ezekkel a kártyákkal is egy vonalban van, itt lesz egy jó hír, egy szerződés,
vagy egy meghívás, ez kihat az otthonára. Itt vannak még problémák, nehézségek nála, de január vége fele az egerek segíteni fognak, hiszen ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott, az egerek el tudnak távolítani egy bírósági ügyet, vagy a korlátozásokat, vagy egy olyan helyzetet nála, ami eddig olyan igazságtalannak tűnt számára. Mivel ez a férfi kétszer jelenik meg, itt újra látható, itt szerelemről, párkapcsolatról, szabadidőről van szó, egy vonalban van ezekkel a kártyákkal, ő találkozni akar veled, tisztázni bizonyos eseményeket, vagy kimutatja a tiszta érzelmeit, itt lesz nyeremény, egy meglepetés, ez kihathat az anyagiakra, de jelenti a belső értékeket is, hogy te értékes vagy számára. Ő ezekkel a kártyákkal is egy vonalban van, itt szerencse lesz a szerelmi élet területén, lesz egy ajándék, a korlátozásokat az egerek eltávolítják, de mivel az egerek más dolgokat is el tudnak távolítani, ő fél attól, hogy elveszít téged, hogy valaki eltávolít téged. Ha te egy hölgy vagy, akkor vele vagy egy vonalban, a kapcsolat megvan, sőt, te sokat gondolsz rá. Egy vonalban vagy a tolvajjal, az lehet, hogy tudod azt, hogy valaki ellop tőle valamit. Néha ez jelenti a pénzt, de jelentheti az idejét, vagy az energiáját is. Viszont ez a tolvaj segíteni tud nálad a problémákat eltávolítani. Te ezekkel a kártyákkal vagy egy vonalban, ez a kép megjelenik itt, és jelenti az ő gondolatát. Holott ő az első sorban jelenik meg, zárkózott, nem mutatja ki a gondolatait, a terveit, de te érzed, te tudod, hogy mire gondol. Itt van ez a bírósági ügy, lehet, hogy benne van ebben a helyzetben, de az is lehet, hogy átélt valamit, ami igazságtalan volt. És miért? Mert olyan naív volt, mint egy kisgyermek. És te tudod ezt. Érzed, hogy mi van nála. Belelátsz a gondolataiba. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét január hónapban itt látható. Ő kétszer megjelenik itt. Sőt, a gondolatai is, ő áll a középpontban. Ő akarja rendezni a dolgokat. Itt van előtte a kulcs, nagyon magabiztos, és tudja azt, arra gondol, hogy itt van remény, hogy legyen nyereség, hogy előre menjenek a dolgok, ki tudjon építeni itt valamit. Második hét január hónapban itt látható. Találkozni akar veled. Ez a találkozás szerencsét hoz. Sőt, itt a csillagok szintén a szerencsét jelentik, hogy minden úgy alakul, ahogy ez a csillagokban meg van írva. Itt mindkét kártya utal egy bírósági ügyre. Vagy nálad van ez a helyzet, vagy nála. De itt lesz egy jó fordulat, szerencse, egy jó kimenetel. Ez a bíróság lehet egy olyan helyzet is, amit ő vagy te igazságtalannak látsz, és itt is lesz egy szerencsés fordulat, egy jó hír, egy jó kimenetel, és mivel itt a munkakártyája is megjelenik, ezek lehetnek olyan munkahelyi dolgok. Harmadik hét január hónapban itt látható egy találkozás, a nyilvánosság, tisztázódnak bizonyos dolgok, lesz egy ajándék, egy meglepetés,
mivel itt megjelenik a nappali szoba, ez utalhat az otthonra, a családra, vagy lehet egy látogatás. Itt van ugyan még ez a torony a korlátozások, de ez elmúlik, hiszen az egerek eltávolítják a tornyot, és akkor lesz itt egy új kezdet, kisüt a nap, megvilágít valamit. De azért kell az óvatosság, hiszen itt a tolvaj jelenik meg, lehet, hogy valaki ellopott tőled, vagy tőle valamit, a nap ezt megvilágítja, kiderül az igazság. Persze a tolvaj, mint említettem, segíthet, el tudja távolítani az akadályokat. Utolsó hét, január hónapban itt látható. Ha te egy hölgy vagy, akkor te állsz itt a középpontban, te hozol döntéseket. Ez a férfi megjelenik a gondolataiban, ő is gondol rád, hiszen itt megvan a kapcsolat kettőtök között. A nehézségek elmúlnak, hiszen a tolvaj ezt ellopja, eltávolítja. Itt a gólyák jelentik a változásokat, lesznek fontos beszélgetések, az akadályokat eltávolítják az egerek, lesz nyeremény, kihat az otthonra, lesznek külföldi kapcsolatok, utazások, vagy egy meghívás, esetleg egy látogatás. Mivel itt a ház, a pénz és a külföld jelenik, ez lehet egy ingatlan bérlete vagy vásárlása is külföldön. És ez volt a havi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!